mission to build a zoo. Hello, hello, sziasztok, én a Zoo Direktor vagyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Ma egy tutoriállal érkeztem hozzátok, méghozzá az állatok értékelési rendszerével fogunk foglalkozni, de olyan szinten, ami már egy kicsit haladó szint, úgyhogy most inkább azoknak fogok segítséget nyújtani, akik már egy ideje játsszák ezt a játékot, leginkább franchise és challenge módban, és szeretnék egy kis segítséget kapni ahhoz, hogy hogyan lehet értékesebb állatokat tenyészteni, tartani, illetve ugye van ez a nagyon misztikus csillagos értékelési rendszer, és hogy akkor ez, erről beszélnek, hogy ez hogyan működik. Aki esetleg most kezdett játszani a játékkal, annak azt javasolnám, hogy mielőtt ezt a videót megnézi, feltétlenül nézze meg a kezdőknek szóló tutoriálomat az állatokról, hogy sokkal részletesebben el fogom mondani, hogy mi micsoda, és hogy mi mit jelent mondjuk az állatoknak az információs oldalán. Erre most nem lesz lehetőség, mert ahogy mondtam, most már egy kicsit ilyen haladó szintű tutoriált készítettem nektek már. Szóval kezdjünk is bele. Ugye az állatok értékelési rendszere az több szempontot ölel föl. Hogyha most őre kattintunk, ő egy csodálatos fiú, indiai orszarvú, akkor hogyha a legutolsó kis fűre genetikára megyünk, ugye itt láthatjuk az ő genetikai értékét, ugye a száz, ugye az a méret, illetve az élet, mennyire hosszú élettartamot fog megélni, ugye a szaporodási képessége, illetve az immunrendszer, az egészsége. Ezeket ugye százalékban van kifejezve, és ezek ugye minél nagyobb százalékban teljesülnek, vagy százalékúak, ugye annál jobb ez az állat. Erre van hatással ugye az, hogy milyen kis medált kap. Ugye lehet egy teljesen medál nélküli ez az állat, lehet bronz, ezüst, vagy pedig aranymedálos. Ugye a legjobb az, hogyha van egy aranymedálos állatunk, ott általában az összes ebből a négy genetikai tényezőből mindegyik ugye zöld, vagyis a jó tartományban van, ilyen 70-80% fölötti, és érdemes egy ugyanilyen párt keresni neki, és ha ilyen aranyállatokat, vagy aranymedálos állatokat szaporítunk, akkor aznak általában nagyrészt aranymedálos utódaik fognak születni. A másik nagyon fontos az állatok esetében, az pedig ez a szám, amit itt a medál mellett találunk, ez ugye 6000 egy indiai orszarvonál, ez pedig a vonzerő, ami azt jelenti, hogy mennyire vonzza be a látogatókat az állatkertbe, és mennyire népszerű ez az állat. Vannak kevésbé népszerű, és vannak nagyon népszerű állatok, például ebben a kis társas kifutóban, itt ugye vannak pávák is, és hogyha megnézzünk egy pávát, hát ő neki 750 a vonzereje, ami hát azért elég kevés, ugye a 6000-es kis indiai orszarvunkhoz képest azért az nagyon kevés, itt 766. Érdekes egyébként, hogy vannak különbségek egy fajon belül is. Nagyon furcsa, hogy például neki jobb a genetikai állománya, ennek valamivel rosszabb, és mégis nagyobb a vonzereje. Ezt számomra egyébként rejtély. Valószínűleg itt az életkor is számít. Nem tudom. Ezt nagyon nehéz megmondani. Körülbelül, tehát egy indiai orszarvú sose lesz 300-as vonzerejű, és egy páva soha nem lesz 6000-es. Ez a 750, ez egy ilyen körül a 700 és 800 között lesz mindig valahol, egy indiai orszarvú pedig bőven 5000 fölött. Egy nagyon érdekes része, vagy nagyon érdekes része ennek az értékelési rendszernek, ez pedig ez a csillagos értékelési rendszer, amit itt láttok, és amint látjátok, itt ugye 5 csillag van. Ez ennél a pávánál teljesen nulla, tehát egyáltalán semmi. Nincsen, próbálok keresni nektek egy olyat, amelyiknek legalább szegénynek egy csillaga van. Neki, Aksharának, egy lány, egy tojópáváknak látszik, hogy egyetlen egy ilyen csillaga van, de nézzük akkor meg ezeket a kis orszarvokat, látjuk, hogy 5. Hát ez itt 5 csillag, és a lányzónak is 5. Na most,
Nagyon-nagyon sok fórum bejegyzést lehet erről olvasni, hogy hogyan lehet ezt elérni, ugye, ami ezt az öt csillagos értékelést, ami ugye leginkább a challenge modban fontos, ugyanis aki azt játsza, azt tudja, hogy gyakran kívánatos az, hogy és úgy lehet befejezni a challenge-et, hogyha bizonyos 3-4-5 csillagos állatokat tenyésztünk vagy engedünk vissza vadonba. Ugyanez a helyzet egyébként franchise módban szoktak lenni ilyen challenge-ek, és azért nagyon magas értékű állatokat kapunk cserébe, hogyha teljesítjük ezeket, és ott is általában ezt szokták meghatározni, 3-4-5 csillagos állatokat kell szabadon engedni. Na de hogyan érhetjük el ezeket a csillagokat? Amikor egy állat megszületik az állatkertben, akkor nincsen egyáltalán csillaga, illetve amikor vásárolunk egyet, akkor éppen annyi csillaga van, amennyi az előző állatkertben volt. Én most ezeket az indiai országokat egy-egy csillaggal vásároltam, és még 2 játékévvel ezelőtt, tehát a 129-es évben, és ezzel az egy-egy csillaggal érkeztek, annak ellenére, hogy ő egy aranymedálos, ő pedig egy teljesen medál nélküli, egyszerű kis leányzó, sokkal-sokkal rosszabb genetikai értékekkel, mégis ugyanaz a csillagértékű van, és ugyanúgy nem mozdult még el. Egyébként érdekes, hogy ennek 4500-4600 a vonzereje, és gyakorlatilag ugyanannyi a rosszabb genetikai állománnyal rendelkezőnek. Úgyhogy ez egy kisebb rejtély, hogy ez miért van így. Ugye hát ahogy az életben is különbözök az állatok, igazából itt is különbözőek. Szóval, de hogyan is érjük el ezt az öt csillagos minősítést? Először is meg kell próbálni a lehető legjobb életszínvonalat, vagy jólétet biztosítani az állatoknak, a megfelelő unaloműző játékokat, a megfelelő méretű kifutót, a megfelelő minőségű eledel, tehát érdemes ugye beállítani, feljebb venni az étel minőségét, ugye ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha a kifutóra kattintunk, ide az állatfülre, és itt ki lehet választani, hogy egyesről én felemelhetem most 3-asat, látjuk is, hogy mennyivel többe fog ez nekünk kerülni, szóval felemelem 3-asra, és mostantól magasabb minőségű táplálékkal fogja a gondozó etetni őket. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy felemeljük ezt a csillagos értékelést. Ezen kívül akkor, hogyha utódaik születtem, méghozzá minél több, de nem is akármilyen utódok, és nem is akármilyen pártól, egy magas értékű, akár magas csillagértékű, akár pedig egy ilyen aranymedálos pártól születnek utódok, azok is segítenek megnyomni ezt a csillagos értékelést. Illetve egyébként, hogyha mindez megvan, akkor nagyon gyakran csak várnunk kell, mert ez korral érkezik, és korral lesz egyre magasabb ez az értékelés. Függ egyébként, ami nagyon-nagyon fontos, az állatok fajtájától is. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy oroszlán, az gyakorlatilag már pár év, játékév alatt képes csillagokat ugrani, amíg egy páva hiába halad előre, akkor is teszünk meg mindent, mire elérni esetleg az öt csillagot, már addigra elpusztult, és van, hogy el sem éri, leginkább el sem éri. Tehát ezek a nagyon kis vonzerővel rendelkező állatok, ezek nem érik el ezt az öt csillagos időműsítést, tehát nem is érdemes ezzel próbálkoznunk. Valamilyen nagy vonzerejű állatot érdemes ilyenkor bevetni, amikor valami challenge-et csinálunk, az oroszlánok legjobbak, ha bár iszonyú drága a tartásuk, de azok, amik a leghamarabb érik el ezt az öt csillagot. Ezen kívül nagyon fontos maga a kifutó, és az, hogy a látogatók mennyire kedvelik ezeket az állatokat, és mennyire látják ezeket az állatokat. Egyébként már is érkezik a jobb minőségű kaja, ha jól láttam, akkor jött egy gondozónk, de lehet, hogy rosszul láttam. Szóval az is fontos, hogy mennyire belátható ez a kifutó, és hogyha megnézitek, ugye ez több oldalról szinte teljesen körbe lehet járni ezt a kifutót, és lehet nézni benne az állatokat, és így tulajdonképpen ezek az állatok népszerűek lesznek a látogatók körében, és ez is megemeli ezt a csillagos értékelést, tehát azok az állatok, amik olyan kifutóban vannak, amit kevés látogató látogat, vagy nagyon az állatkert szélére sikerül csinálni, nem egy központi helyen van, azok sokkal lassabban, vagy nem fogják elérni ezt a magasabb csillagos értékelést. Fontos még, hogy mennyi adományt adnak a látogatók. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy megnyomja ezt a csillagos értékelést, illetve azt mondják a fórumon az okosok, hogy nagyon fontos, hogy milyen
színvariáció, ez tehát ilyen egyes színvariációk, mint az albino állatok, vagy ezek a, ugye most, amit kaptunk, ilyen piebald állatok, ezek sokkal gyorsabban érik el ezt az öt csillagos értékelést. Úgyhogy körülbelül egyébként ennyire lenne, rákukkantok mindjárt, hogy még mindig egy csillag, nézzük meg, hogy esetleg az aranyszínű, vajon hol vagy. Ó, bementél kajálni. Aha. Jó, neki se ugrott még fel. Szóval várni kell, és ez egyébként, hogyha az embernek sikerült mindent megtennie, és egy szuper kifutót csinált. Egyébként fontos, hogy kifutó legyen például túlságosan nagy, mert abban elvesznek az állatok. Tehát mondjuk egy hatalmas kifutóban, ahol nem tudom, farkasok rohangálnak, ott az nehezen látható, főleg, hogyha azt a kommentet kapjuk látogatóktól, hogy itt egy, nem tudom, egy farkasnak kell lenni, de hogy nem látom, akkor az indikálhatja azt, illetve jelezheti nekünk azt, hogy esetleg túl nagy a kifutó, és nem látják a látogatók, így ez a csillagos értékelése sem fog megnőni egy hamar. Megmutatom nektek, hogy egyébként sajnos érdekes a frontier, a csillagos értékelést egyébként egyáltalán nem lehet látni sehol, hogyha állatot akartok vásárolni, tehát ugye itt a Trade Centerben, viszont minden mást igen, ugye, hogyha mondjuk egy oroszlánt nézünk, és szeretnétek vásárolni, akkor ugye mind a genetikai állományát és a genetikai értékeit, mind a vonzerejét és ugye ezt a medálját láthatjátok, és hogyha megnézitek, és mondjuk a legmagasabbra állítjátok, vagy a legmagasabb kezdetek sorba rakni. Vonzerőtől a 9000 egyébként, ez a legmagasabb, az oroszlánoknak van. Ez a legmagasabb vonzerő. Pikpak összeszedik ezt az öt csillagot, úgyhogy én azt tudom ajánlani, hogy az oroszlánok erre kiválóan alkalmasok, elég nagy az állatkertünk, hogy tudja eltetni őket, hogy ilyen challenge-ekben részt vegyünk. Úgyhogy ennyi lett volna mára. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha nektek esetleg van valami trükkötök arra, hogy hogyan lehet megnövelni ezt a csillagos értékelést, és mi hamarabb öt csillagos állatokat tenyészteni vagy tartani az állatkertben, akkor kérlek, hogy mindenképpen írjátok meg a kommentben, illetve azt is, hogy ha marad bennetek valami kérdés, valamire nem válaszoltam, akkor nagyon szívesen válaszolok kommentben. Illetve ne felejtsük el, hogy nem sokára érkezik a következő DLC, nagyon gyorsan megy az idő, ugye a karácsony előtt szokta kiengedni a Frontierra az év utolsó DLC-jét, úgyhogy érdekes, hogy mi lesz. Ha van ötlet, akkor azt is szívesen várom a kommentben. És jövő héten egy újabb kalupargzós résszel fogok jelentkezni, egy nagyon-nagyon-nagyon nagy és csodálatos kifutót fogok készíteni az egyik kedvenc állatomnak, úgyhogy érdemes lesz megnézni. Arra kérlek, hogy ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkold, illetve ha még nem vagy feliratkozva, akkor kérlek szépen, hogy a jobb alsó sarokban van egy kis gomb, és neked csak egy kattintás, de viszont a csatorna működésében nagyon sokat segít, és nekem nagyon sokat jelent, hogyha sokan feliratkoztok, úgyhogy légy szíves, tegyétek meg, illetve mondom, ha bármi kérdés van, nyugodtan kommenteljetek. Úgyhogy ilyen kis rövid tutoriállal voltam itt veletek ma, remélem, hogy a következő videóban is találkozunk. Szép estét nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!